ez a mozaik, itt megtudod, hogy mi zajlik. Ez a mozaik, híradó előtti napra kész áradat. Ez a mozaik, politika, film, kultúra, divat. Köszöntöm nézőinket, a mozaikot látják. 2011 óta november 17-e a koraszülöttek világnapja. Ezen a napon a koraszülöttek életéért vívott küzdelemre hívják fel a figyelmet, így mai műsorunkban dr. Simon Márta neonatológus rendel a témában. Előtte azonban Lackfi János, József Attila díjas magyar költő, író lesz a vendégünk, ugyanis erdélyi turnéra érkezett az Író Hinták című darabjából készült előadás, melyet Molnár Enikő és Tarjányi Krisztina erdélyi származású színművészek vittek színpadra. Emellett ellátogatunk Székelyudvarhelyre, egy a város múltját idéző dokumentarista fotótárlatra, és mától a vasárnap kezdődő labdarúgó világbajnokságra is hangolunk, úgyhogy tartsanak velünk! Történt egyszer, hogy két erdélyi származású szabadúszó színész találkozott Budapesten. Mindketten nagyon szerettek volna alkotni valami szépet, valami jót két szereplővel. És mit ad Isten, mindketten Lackfi János Hinták című darabjára gondoltak. Az előadás megszületett, játsszák egy ideje már, és most az erdélyi turné alkalmával a szerző is elkísérte az alkotócsapatot, amelynek tagjai vendégeim ma este. Lackfi János, József Attila díjas író, költő, Tarjányi Krisztina csíkszeredai születésű színművész, és Molnár Enikő csíkmadarasi származási színművész. Pillanatokon beszélgetünk velük, csak előbb nézzünk meg egy részletet az előadásból. És a bizalom? Hogy bízhatok benned ezek után? Hogy bízhatok meg benned, ha hazudozol? Van még más is? Fiúk? Alkohol? Cigaretta? Anya! Miért ne lehetne ezek után? Anya, ez a kérdés betegés. Betegés és a hazudozás? Majd, ha anya leszel, meglátod, hogy milyen érzés. Kívánom, hogy megtapasztalt, hogy milyen érzés. Te most megállkozz? Még hogy ilyen. Boszorkány leszem hirtelen? Soha nem engedted volna, anya. Honnan tudod? A hintától fogva tudom, ettől annyira félsz. Attól, hogy szabadon repülök. Félek tőle, de ez nem akar, hogy becsapjál. Jó, akkor mit gondolsz most, miért gondolom? Mert nem bírom ezt a kettős játékot. Túlságosan össze vagyunk ebbe, anya. Szeretettel köszöntöm tehát a mozaik kanapéján, majdhogy nem a teljes alkotócsapatot, még ketten lettek volna, csak hát nem fértünk el többen, de köszönöm, hogy eljöttetek, sok jó ember kis helyen is elfér, úgyhogy mi ezt megoldottuk, és jó így együtt látni a csapatot. Először is akkor kérdeznélek, János, téged, hogy hogyan kezdődött az együttműködés így a Hinták darab kapcsán, mikor tudtad meg először, hogy ezt a darabot választotta két fiatal színművész? Lányok megkerestek, és én nagyon örültem neki, és mondtam, hajrá, hajrá. Volt ennek előző előadása, tehát örülök, hogy van már élete. Pere Martoni Krisztinával és Soltész Bözsével volt egy nagyszerű előadás, és örültem, hogy most, és Krisztina is jött a ti előadásatokra, és mondta, hogy szuper, és hogy jó, hogy megy tovább a projekt, mert ez egy nagyon szívemnek kedves darab, egy anyalánya öldökölve ölelkező igazi érzelmi gabajodás és hullámvasút. Valójában ez volt az ok, amiért kiválasztottátok ezt a darabot, vagy miért találtatok épp erre? A mondani valója fogott meg legelőször, vagy hogyan találkoztatok? Hát a mondani valója is nagyon foglalkoztatott mindkettőnket, azt éreztük, hogy nagyon sok olyan témát feldolgoz a darab, ami érdekel minket. És hát az eredeti ötlet az igazából az volt, hogy a hashtag jó étpuszis bejegyzésekből fogunk létrehozni valamit Krisztinával. Aztán másképp alakult, mert egymástól függetlenül igazából különböző két nap eltéréssel mind a ketten felfedeztük, hogy Jánosnak itt van ez a nagyszerű drámája. És akkor valahogy azt éreztük, hogy ez így nekünk van írva két szereplős, a mi változatunkban mindenképp két szereplős van, még egy férfi szereplő is az eredeti műben, de ő igazából néma szereplő. És akkor azt éreztük, hogy ezzel így szeretnénk dolgozni, és nagyon érdekes volt, hogy megismerkedtünk Krisztinával, és így létrehoztuk ezt az első előadásunkat, mert
Hát találkoztunk, és így azt éreztük, hogy így egy rugók mentén gondolkodunk, vagy egy rugók mozgatnak minket, és akkor így... És milyen szerencsés, szeretném. Hogy így böngészgetve ugye a jó étpuszis verseket, és akkor egyszer rátaláltok egy darabra, azért nem feltétlenül a dráma az a műfaj, amiben a legtöbbször láthatunk, vagy ami kapcsán legtöbbször találkozhatunk a neveddel, ugye, hanem inkább a versek. Nem tudom, hogy melyik áll hozzád közelebb, nem akarnám azt mondani, hogy a versek állnak hozzád közelebb, ezt mondd el te, hogy miért van ez így. Nyilván verset is, prózát is többet írtam, de írtam 6-8-10 darabot, csak ugye a dráma az egy olyan műfaj, a színház az egy olyan műfaj, ami élőhely, tehát hogy nagyon kevés az ilyen eltartott újú kávéscsészés drámaíró, aki soha nem piszkolta be magát a színpadon, tehát nem volt dramatúr, nem élt együtt egy színtársulattal, nem tehát ezt a ritmust, tehát szerintem egyet-kettőt tudunk ilyet mondani, akit na jó, adjátok elő, vigyétek el, ne lássam a darabot. Szóval egy picit én nekem ez talán, vagy egyszerűen nem annyira szeretik a színpadokat a darabjámat, az is lehetséges. Tehát, hogy annál nagyobb öröm, hogy mert hát színpadra álmodtam, és most majd Zsámbékon is lesz egy Túlélők háza című darab, ami jövőre lesz színpadon, Udvaros Dorottya rendezésében, úgyhogy ezek a dolgok is azért haladgatnak. Ti mit tartottatok fontosnak közvetíteni a nézők fel a darabon keresztül? Tehát mi az, ami így a mondani valójából, vagy üzenni szeretnétek akár nekik? Hát tulajdonképpen már 2 éve hintázgatunk, és tanuljuk azt, hogy mit is lehet tanulni ebből a darabból. Mindig újabb réteget fedezünk fel mi magunk is, vagy újabb dolgot tanulunk meg. Számomra talán az a legfontosabb, hogy egy kicsit ilyen ébresztő, hogy milyen komoly játszma azért az élet, és hogy nagyon sokféle szép eszmében lehet hinni egész életünkben, de amikor elérkezik az a pillanat, hogy szenvedés, vagy nem kívánt esemény jön az életünkben, akkor bizony mérlegre tevődik azt, hogy vajon mire építettük az életünket, és vajon, hogyha azt állítjuk, hogy hiszünk, az a hit hogyan segít bennünket. Szóval én azt hiszem, hogy ezek nagyon komoly kérdések, és érdemes ezen így elgondolkodni. Egyik fontos téma talán az, hogy a szenvedésről mit gondolunk. Uh-huh. És van ez a behintázás, ugye a két szentnek a szenvedéshez viszonyulása is megjelenik a darabban. Olyan, mint ez egy kicsit, mint hogyha így az örökkivalóságból így besuttognák azt, hogy van tovább, van több, mint a szenvedés. És hát még egy téma talán az, hogy van a generációk között egy különbség. Nagyon, nagyon érdekes az, hogy a lánynak is van hite, az anyának is van hite, és hogy mégis ezen milyen szépen össze tudnak veszni, mert egyszerűen másként kommunikálnak róla. Rengeteg empátiát tanulunk, és hát egyszerűen ez a történet az igazságával, meg a valóságával, hiszen egy igaz történetről beszélünk, számunkra mindig újabb és újabb tartalmat hordoz, és szerintem a nézők számára is így lesz ez majd. Mennyire igaz ez, hogy tényleg kell történjen valami tragédia az életünkben ahhoz, hogy elkezdődjön valamiféle ébredés, és akkor így a témáját tekintve, hogy miért tartottak fontosnak az anya-lánya kapcsolatról írni, tehát miből inspirálódtál, honnan jött egyáltalán ez a téma? Zsámbékon egy időben, sőt most is van a pásztor, vagyis a lakás szentelést, ezt ilyen csillagjárásnak nevezik, és nem csak a pap végzi, hanem hát tudom én, családos emberek, egy-két gyereket maga mellé vesz pásztornak az ember, és azt mennek és szentelik a lakásokat, és egyik nénihez bementünk, és ő gyakorlatilag így együttében elmesélte az egész életét, és én nekem, amikor író funkciós az agyam, egyébként mindent hajlamos vagyok elfelejteni, de amikor írófunkciós az agyam, akkor így a legapróbb részletek is bevésődnek, és én hazamentem és rögtön leírtam ezt a történetet, és aztán kaptam rá egy Örkény ösztöndíjat, megírtam a drámát, és hát az a rettentő izgalmas benne, hogy van egy földhöz ragadt anya, aki viszont nagyon hisz, vagy nagyon ájtatos, maradjunk ebbe, van egy éghez ragadt lány, aki nagyon szeretne repülni, hát az anyuka az utája, gyűlöli a repülést, a lánynak viszont a hite fogy el valahogy abban a magasságban, ahol állandóan közlekedik, és aztán persze ezek a helyzetek folyton változnak, de az alaphelyzet az, hogy az anyuka le akarja az égből rángatni a lányát, a lány pedig föl akarja rángatni a templomból az égbe az anyukáját, és akkor, na szóval ennek soha nincsen vége, és ez egy hihetetlen, volt, hogy oda jött egy előadás után hozzám egy idős hölgy, és azt mondja, maga onnan tud ennyit a nőkről? Mondja, nők is emberek, meg én is, az, hogy, meg ugye 6 nővel élek egy fedél alatt, ugye 6 gyermekemből 5 darab lány van,
Tehát, hogy persze, de egyébként a női ág valóban nagyon meghatározó a családomban, de ugyanígy persze lehetne hasonló darabot írni a férfi nemzedékekről is, mert azok is megérik a pénzüket. Miért tartottad fontosnak a két szent önéletrajzát is így behintáztatni ebbe a történetbe? Hát, mert hogy azt hiszem, hogy tehát ugye nagyon sokszor abban vagyunk, hogy ami így mérhető, meg tudható, meg izésző, amit bemond a BBC, az a világtörténelm, és közben nem. Tehát, hogy titokban láthatatlanul egy csomó ember munkálkodik, például mondjuk az imádsága erejével azon, hogy a dolgok másképp menjenek, és másképp is mennek, csak ugye nem látjuk, mert hogyha titokban munkálkodnak, akkor honnan tudnánk. Tehát sokkal több ilyen erőteljes suttogással van tele körülöttünk a világ, csak hogyha folyton ordítozik mindenki, akkor úgysem lehet hallani. Be kell ülni szépen a belső szobába, picit kihangosítani a dolgokat, és akkor aztán ott van erősen véte, úgyhogy lehet kapaszkodni, mert akkor rendesen dűlborul az emberrel a világ. Tehát ugye Liziai kis Szent Terézről van szó, és Nagy Szent Teréz története. Igen. Hát is ők is bekiabálják az életüket, és én ezt így kitaláltam, vagy valahogy így szikraszerűen bejöttek ők a képbe, és akkor én olvastam korábban mind a kettejüknek az életrajzírását, de amikor így elkezdtem konkrétan így belepecsvörkölni a darabba, akkor jöttem rá, hogy basszus, itt a hinta, basszus, itt van ez is, már hogy így mondjam, és hát hogy ez nagyon nem volt véletlen, el volt ezt tervezve. Milyen jó, hogy sikerült végre tehát összeállítani, és tényleg már egy ideje játszhatjátok ezt a darabot. Tehát a Kariatida alkotócsoporton belül tevékenykedtek ti, akkor gyorsan még egy utolsó kérdés erejéig mondjátok el, kérlek, hogy pontosabban miről is van szó, ti mivel foglalkoztok így az alkotócsoporton belül? Hát gyakorlatilag 2020-tól, amikor az Árszekre bemutattuk a hinták előadást, akkor ez a kis alkotócsoport úgy érezte, hogy milyen jó nekünk így együtt dolgozni, és akkor később találtuk meg tulajdonképpen a Kariatida elnevezést, mert olyan nőknek az életét szeretnénk bemutatni, akik valahogy a nehézségek ellenére is életerővel rendelkeznek és meg tudnak állni a megpróbáltatások ellenére is, és ezért választottuk a Kariatidát, aki ugye tartja a templomot a hátán, illetve hogy van a másik Kariatida ábrázolás, a Rodennek a pokolkapuja domborművön van egy összeomlott Kariatida. És hát ezek a darabok, amiket választunk, pont ezt szeretnénk így keresni, hogy mitől omlik össze egy nő, miért veszik el alatt, igen, ugyanaz a teher alatt. Pedig. Igen, tehát hogy pont ezeket vizsgáljuk, és hát a történetmesélésnél ennél jobb eszköz talán nincs is, mint hogy őszintén vizsgálódni, hogy honnan lesz ereje egy nőnek, és hol veszti el az erejét a nő. Jelenleg akkor ugye a hintákkal turnéztok most itt Erdélyben, hol lehet látni a darabot, hol tekinthetik meg? Holnap, november 18-án a Nősziget konferencián lépünk fel, itt János is velünk tart, nagy örömünkre, és a zeneszerző is itt lesz velünk majd a konferencia utáni beszélgetésen. Ezt követően Gyergyóba fogunk utazni, ott a Petőfi, Gyergyó Alfaluba egészen pontosan, ott a Petőfi Sándor művelődési házban lehet minket megnézni. Ezt követően Csíkszeredában, a Zengőtérben, 20-án, utána Kászonal 10-ben, 21-én, 22-én pedig újra itt a Spektrum Színházban lehet megnézni az előadást. Tehát Marosvásárhelyen kétszer is lesztek. Van. Igen, két alkalommal játszunk itt. Hát én nagyon örülök, hogy eljöttetek hozzánk, és beszélgethettünk erről a darabról. Mindenképp igyekszem én is megnézni, és remélem, hogy minél többen majd elmennek az előadásotokra. Sok sikert kívánok nektek, és hát János, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönjük szépen. És végre élőben is találkozhattunk. Köszönjük szépen. Folytatjuk műsorunkat, Székelyudvarhely múltját, a 60-as, 70-es és 80-as évek életképeit és nosztalgikus emlékeit idézi fel Balázs Ferenc retrospektív címmel megnyitott dokumentarista fotótárlata, amely 3 hétig tekinthető meg a Székelyudvarhelyi Művelődési Házban. Csaknem 32 000 diakocka közül került kiválasztásra a mostani kiállítás anyaga, 85. születésnapja alkalmából köszöntötték a fotográfust az udvarhelyiek. Balázs Feri bácsi munkásságának rengeteg tisztelője és számos egykori tanítványa van. Magam is meglepődtem azon, hogy ilyen sokan vannak a kultúrháznak a dísztermében, a kiállító termében. Ez azt jelenti, hogy Balázs Ferit szeretik, ismerik, szeretik és tisztelik az udvarhelyiek. Csak nagyon ritkán telik meg a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház kiállító terme egy-egy tárlat alkalmával ennyire. Balázs Ferenc retrospektív című fotókiállítására azonban százak voltak kíváncsiak. Mondhatni, a csilláron is lógtak.
Azt hiszem, hogy a teremben szinte mindenkinek lesz egy-egy története ezekhez a képekhez, és abban is biztos vagyok, hogy olyanok is lesznek, akik a képek konkrét készítésére is emlékezni fognak. A 60-as és 70-es éveket is megélt udvarhelyiekben nosztalgikus emlékek ébrednek, a legkisebbek pedig Balázs Ferenc fényképein keresztül egy számukra ismeretlen arcával találkozhatnak udvarhelynek. Lakodalmas főzés és téli szánkóverseny, gokárt edzés és a szocializmus divatja, a veteránautók és motorok, a macskaköves utcák már mind-mind történelem a Hargita megyei kisvárosban. Úgy éreztem, hogy ezt meg kell örökíteni. Mondjam azt, én tudatlanul, de most utóbb viszont úgy mondom, hogy én azt akartam, hogy annak az időszaknak, annak az életnek, annak a létnek legyek a krónikása. Mert most már látva én, a képek azt mondom, tényleg a krónikása voltam. Úgy nézem, hogy nem dolgoztam hiába. Tehát amit csináltam, az nem olyan, hogy volt, nincs. Mint magyarázza a tárlat kurátora, csaknem 32 ezer fekete-fehér és színes diakockából kellett választania. Édesapjának több tematikus kiállításra való archívumát sikerült digitalizálnia, de szubjektív szempontok szerint a 70-es és 80-as évek gyerekkori örömei mentén állt össze a mostani tárlat. Azt hiszem, hogy több mosolygó és több egymásra figyelő boldog embert láttam. Azt hiszem, hogy a mostani új technológia, amivel nem tudta elvonni az emberek figyelmét egymásról, tudtak egymással flekkenezni, micsezni, sörözni, majálisolni, beszélgetni, és nem kütyükön keresték egymást, hanem az élő szó, az érintés, a jó beszéd, az ölelés, az mindennél többet ért. Nem megrendelésre készültek Balázs Ferenc fotói, épp ezért egyfajta ártatlanság teszi hitelessé a képeit, fogalmazott Szabó Károly, a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár látvány és hangzóanyag részlegének, szintén dokumentarista munkatársa. Ha végignézzük, a nagy része mind olyan, amit én még az én gyermekkoromban éltem. A Szent Imrén szánkózó gyerekek például, az ugye én 75-ben első osztályos voltam, és a tábor negyed iskolába jöttem, tehát nagyjából ezeken az utcákon jöttünk le teleken, és mivel hogy nem volt forgalom, ezért ugyanígy mi a nem szánkon, hanem az iskolatáskánkon csúsztunk ugyanígy le. A néhai pionírház, később tanulókháza életképei a fotográfus életének egy hosszú időszakába is bepillantást engednek. Balázs Feri bácsi ugyanis 1974-től 1996-ig tanított fényképezést és filmezést a mindenkori udvarhelyi gyerekeknek. A keze alatt tanult számos fotós és operatőr, az egykori helyi televízió több munkatársa. Engem inkább filmezni és vágni tanított. Tizedik osztálytól részt vettünk a román országos gyerekfilmfesztiválon, diákfilmfesztiválokon, és minden évben oklevéllel jöttünk haza, úgyhogy nagyon jó élményt adott, és nagyon nagy lendületet ez az egész felkészülés, hiszen utána könnyedén el tudtam menni a helyi televízióhoz már dolgozni ezzel a tudással. Balázs Feri bácsi, ahogyan a kisvárosban mindenki szólítja, csaknem fél évszázados önkéntes krónikássága nem volt hiába. A tárlatot szervező Face-to-Face Egyesület pedig bárki számára elérhető, digitális adatbankot indít értékmentő céllal, éppen a Feri bácsi életművéből kiindulva. A koraszülöttek világnapja az év egyik legfontosabb napja annak érdekében, hogy világszerte felhívják a figyelmet a koraszülés kihívásaira és terheire. Mai vendégem dr. Simon Márta, neonatológus, akivel a témáról beszélgetünk. Szeretettel köszöntöm itt újra a Mozaikban. És hát évente 15 millió koraszülött születik világszerte, ebből több mint 1 millió koraszülött csecsemő hal meg, és még többen komoly egész életen át tartó egészségügyi kihívásokkal néznek szembe. Kezdjük is azzal, hogy mikor, milyen esetben fordul elő koraszülés? Mi az, ami ezt a folyamatot begyorsíthatja? Üdvözlöm a ismét! Hát sok minden begyorsíthatja, elindíthatja, és nagyon gyakran nem tudjuk, hogy mi az, ami kiváltotta a koraszülést. Lehetnek fertőzések, lehetnek az édesanyának különböző betegségei, lehetnek beleszületett fejlődési rendellenességek, de ahogy mondtam, leggyakrabban sajnos nem derül ki
a kiváltó tényező. Tehát egy ilyen derültékből villámcsapásként jön a koraszülés. Gondolom jó ezt a történetet két oldalról vizsgálni, tehát az anya és a baba szempontjából is, így ahogy ön is említhette, hogy bármelyik részről jöhet ugye ennek a kiváltó oka. Milyen veszélyekkel jár külön az anyára nézve mondjuk ez a koraszülés és a babára? Édesanyára nézve gyakorlatilag nem az én szakterületem, de hogyha egy komoly betegség miatt alakul ki, tehát következik be a koraszülés, valamilyen nagyfokú vérzés, vagy bármilyen például magas vérnyomásnak a kiugrása, vagy akár, ahogy mondtam, egy komoly fertőzés miatt alakul ki, vagy következik be a koraszülés, akkor ez értelemszerűen az édesanya életét is veszélyeztetheti. A koraszülött szempontjából viszont az, hogy milyen körülmények között jön ő világra, és egyáltalán hányadik terhességi hétre jön világra, ezek mind befolyásolják az ő életkilátásait. Milyenek a túlélési esélyek? Tehát ugye itt mondtam számokat az elején, 15 millióhoz képest 1 millió koraszülött csecsemő hunyt el az elmúlt időszakban, tehát hogy oszlik meg, milyen az arány? Hát azt is mondhatjuk, hogy kinek milyen szerencséje van, hol születik, milyen ellátásban tud részesülni, milyenek az illető régiónak a statisztikái, milyen technikai felszereltsége van, emberforrás szempontjából hogy állnak, tehát ezek mind nagyon fontos dolgok. És nem utolsó sorban az, hogy tényleg mennyire éretlen az a pici koraszülött. Nem mindegy, hogy valaki 36 hétre születik, tehát alig egy tehát hónap különböző. Megtörténik. Igen, tehát hogy egy hónap kellene még az időre megszületéshez, vagy pedig 21 pár hétre, tehát óriási különbség van akár egyik hétről a másikra is a fejlődés szempontjából koraszülötteknél. Mi a legfontosabb dolog, amit a szülő tehet ilyenkor? Tehát gondolom, hogy azért mindenki számára ez egy lelki megterhelés is, egy úgymond trauma lehet, és biztos, hogy érzi azt, hogy ő is kellene tegyen valamit. Tehát mit tud ilyenkor tenni a szülő? Vagy gyakorlatilag mindent az egészségügyi dolgozókra kell ilyenkor bízni? Ez a családnak egy sok. Senki nem számít arra, hogy idő előtt születik meg a babája, és hogy inkubátorba kerül, hogy gépek fogják életben tartani, hogy ő lesz gyakorlatilag az első napokban a legutolsó személy, aki ráteszi a kezét a gyermekére. Tehát ezek mind sokszerűen érik a szülőket. Hát ebben nagy szerepe van az egészségügyi dolgozóknak, mennyire engedik oda az anyukát, az apukát a baba közelébe. A mostani trendek azok támogatják azt, hogy minél előbb bevonjuk, beavassuk úgymond a baba ápolásába a szülőket, hogy érezzék, hogy ne egy kudarcként éljék meg a történetet, hanem tudják és érezzék, hogy igenis fontosak, hogy ők a legfontosabbak a gyerekük számára. Mi meg azért vagyunk ott, hogy ebben segítsünk, tehát hogy lehetőleg minél jobb körülmények között tudjanak majd hazamenni. Milyen fejlődésről beszélhetünk az utóbbi időszakban, ami ugye akár a túlélés esélyeit is megnöveli ilyen esetekben, ugye az egészségügyi rendszerben akár, vagy a technikai felkészültség szempontjából? Ezt most világviszonylatban, vagy Romániában? Hát akár itt van, amit ön tapasztal, az is úgy elegendő lenne, hogy van-e fejlődés akár évtizedekkel. Óriási fejlődés. Tehát minden szerénység nélkül mondhatom azt, hogy az egész orvostudományban a neonatológia az, ami a leginkább fejlődött az utóbbi, tudom is én, 20-30 év alatt. Tehát ezelőtt 30 évvel mondjuk így 1500 g-os babáknak alig volt esélye életben maradni. Most már ott tartunk, hogy a 500-400 g-os, vagy tehát vannak olyan helyek, ugye, ahol még ennél kisebb koraszülöttek is életben tudnak maradni. És hát ugye gyakorlatilag ez a cél, hogy esélyt adjunk
mindenkinek, akinek 1% esélye van, azt az 1%-ot azt feltornásszuk. Azért ez többre. Nagyon biztatóan hangzik, tehát tényleg megnyugtatóan hat valakire, aki esetleg ebben a helyzetben van. Ugye hosszabb távú felügyeletre is gondolom szükség van egy ilyen esetben. Meddig kell a szülőnek mondjuk felülvizsgálatokra vinnie a gyerekét, a babáját egy ilyen helyzetben? Ez megint csak zónafüggő, protokollfüggő, de gyakorlatilag az első 2-3 év az mindenképpen nagyon aktív lesz a családban, mert egy ilyen koraszülött, tehát amiután kikerül az újszülött intenzív osztályról, ami gyakran akár 3 vagy több hónapot is jelenthet, amiután hazamennek, azután átveszi gyógytornász, gyógypedagógus, gyermekneurológus, szemész, fülorgégész, tehát egy egész csapat fog őrködni úgymond a baba egészsége fölött, és nagyon fontosak ezek a fejlesztő programok egy ilyen gyermeknél, hogy ő gyakorlatilag hát fel tudja magát tornázni egy időre született gyermek szintjére. És az első 3 évben mindenképpen figyelembe vesszük azt, hogy mennyi a különbség, tehát milyen korán született ő, ahhoz képest, hogy mikor kellett volna szülessen, és ennek az úgynevezett korrigált kornak megfelelően értékeljük az ő állapotát, és ugyancsak ennek megfelelően irányítjuk gyakorlatilag az ő fejlesztését. Nyugtassuk meg azért picit a nézőinket, hogy koraszülöttként is akkor lehet teljes életet élni. Nem mondok ezzel, gondolom, nem egy hamis kijelentés ez. Ez így van, tehát egy nagyobb rizikó faktoros csoport, tehát ezt nem szabad elhallgatni, hogy sokkal hajlamosabbak a koraszülöttek, és főleg a nagyon éretlen koraszülöttek különböző betegségeknek a kialakulására, vagy akár az idegrendszerük fejlődése lehet, hogy nem lesz pont olyan, mint egy időre született gyermeké. Viszont, hogyha megfelelő fejlesztést kapnak, és megfelelő odafigyelést, akkor, hát mondjuk így, hogy ki tudjuk hozni belőlük a maximumot, és nagyon ügyes koraszülött babáink vannak, akiktől sok visszajelzést kapunk, hogy milyen jól teljesítenek, de ehhez sok minden kell, ehhez nagyon sok minden kell. Kell ugye a baba, kellünk mi, és kell egy olyan család, aki megérti azt, hogy oda kell álljon. Lejárt az időnk, de muszáj megkérdeznem, hogy a lila szín az nem véletlen ugye a mai napon. Nem véletlen, és ő sem véletlen. A korip, a koraszülötteknek az első barátja, akit az inkubátorba most már világszerte betesznek. Ez a színe a koraszülötteknek, tehát a hit, a türelem, a támogatás, a bátorítás. Nagyon szépen köszönöm, hogy a mai napon vendégünk volt és beszélgettünk köszönöm a témáról. Szépen. Köszönöm szépen. Nos, ne feledkezzünk el tehát a labdarúgó világbajnokságról sem, ami november 20-án kezdődik. A részletekről Hamar Mátyás Ruben tájékoztat bennünket. VB napló, avagy mit takar Katar? Hogy mit is takar Katar? Hát elsősorban temérdek pénzt, aminek a labdarúgó világbajnokság rendezését is köszönheti. Erről azonban később. Ma induló foci VB rovatunkban annak is utána nézünk, hogy mit takar még a 32 csapatos mezőny ellenére szokatlanul rövid ideig, kevesebb mint egy hónapig tartó foci VB döntőtorna. Addig is lássuk, miként is került november-decemberre az esemény a megszokott június-július helyett, és miért lett a katari VB minden idők legtöbb botrányától kísért világbajnoksága.
Katarnak még 2010-ben ítélte oda a FIFA rendezési jogát egyszerre a 2018-as oroszországi VB-vel. Már a döntés után megjelentek a kritikus hangok, hisz Katarban nyáron nem lehet focizni, az európai szemmel kriminális 40-45 fokos kinti hőmérséklet miatt. Aztán felmerült, hogy átköltöztetik az év végére, barátságosabb időjárási körülmények közé, hisz miközben Európában didergünk, az arab félszigeten 25 fok körüli a hőmérséklet. Ám ez újabb problémát szült, mégpedig az amúgy is zsúfolt nemzetközi versenynaptár feje tetejére állítását. A legnagyobb gondokra azonban csak ezek után kezdett fény derülni. A mindössze 11.500 négyzetkilométeres, alig 3 millió lakosságú olajsejkség a legkisebb ország, amely valaha VB-t rendezhetett. Illetve hát a népesség tekintetében Uruguay volt kisebb 1930-ban, az első világbajnokság idején. És bizony az első VB-t is számos vita és botrány kísérte. Ma hihetetlennek tűnik, de Európában szinte teljes volt az érdektelenség a világbajnokság iránt. Mivel a kereskedelmi repülés gyerekcipőben járt, hajóval kellett megtenni az utat, ez pedig két havi távol létet jelentett. Így a profi klubok játékosai a bajnokság miatt, az amatőrök pedig munkahelyük miatt nem mehettek a VB-re. Ezért összesen csak 13 csapat vett részt, Európából alig 4, ezek is a regnáló FIFA elnök Jules Rimet személyes közbenjárására. Franciaország, Belgium, Jugoszlávia és Románia vállalták a részvételt, amelyek mind ugyanazzal a hajóval, a Conte Verdével utaztak Montevideóba. Tudta-e, hogy az első labdarúgó világbajnokságon a játékvezetőket maguk a résztvevő nemzetek biztosították? Románia részéről az a Constantin Radulescu bíráskodott, aki egyben a román válogatott edzője volt. Románia első VB gólját pedig magyar nemzetiségű focista, a gátaljai születésű Dezső Béla, román forrásokban Adalbert Désu szerezte, a Peru elleni mérkőzés első percében. Amúgy pedig a második gól szerzőjét Kovács Miklósnak hívták. Lássuk azonban, hogy miként is kapta meg Katar a rendezési jogát. Ez csak néhány hete vált ismerté, amikor az egykori FIFA elnöknek Sepp Blatternek hirtelen megeredt a nyelve. Hiba volt Katarnak adni a rendezés jogát, mondta a volt sportvezető, aki elárulta, a terv az volt, hogy Oroszország és aztán az Egyesült Államok kapja a rendezést. Csak hogy közbeszólt az olaj, és az ezzel szerzett rengeteg pénz, ami a mai Katart a világ egyik leggazdagabb országává tette. A FIFA egykori elnöke elmondta, a rendezésről döntő 2010-es FIFA kongresszus előtt egy héttel Michel Platinit, az UEFA akkori vezetőjét felhívta Nicolas Sarkozy, Franciaország akkori elnöke, és meghívta a hivatalos rezidenciájára, ahol épp Tamim bin Hamad al-Thani sejkkel, Katar akkori trónörökösével ebédelt. Blatter szerint Sarkozy nyomást helyezett Platinire, hogy adják Katarnak a VB rendezés jogát. És mit ad Isten? Platini és társai 4 szavazattal Katar felé billentették a mérleg nyelvét, így az Egyesült Államok helyett a közel-keleti állam kapta meg a rendezést. Emlékezett vissza a 14-8-as katari győzelemmel végződő szavazásra Sepp Blatter. Aztán valami furcsa egybeesésként Katar több 10 millió dollárért haditechnikát vásárolt Franciaországtól. Van olyan, hogy mérkőzés előtti piros lap? Mi minden esetre kiosztunk egyet már most, a mérkőzések megkezdése előtt, Blatternek, Platininek és Sarkozynek. És az ezt követő években jöttek az újabb botrányok. Katarnak stadionokat kellett építeni, ehhez pedig ázsiai vendégmunkásokat szerződtettek. Aztán megjelentek az első hírek a halálos munkabalesetekről. Majd az európai szemmel borzalmas munkakörülményekről. Arról, hogy a vendégmunkások gyakorlatilag rabszolgaként robotolnak a stadionok munkatelepein. A mérleg? Több ezer halott az építkezéseken, bár ezekből hivatalosan csak néhányat ismert el az arab állam.
Az emberi jogok kérdése csak ezek után kezdett egyre hangsúlyosabban felmerülni. A nyugati média arról kezdett cikkezni, hogy Katarban nem tisztelik kellőképpen a nők jogait. A szexuális kisebbségeket nem fogadják el, és mi van akkor, ha egy ilyen konzervatív muzulmán országban a külföldről érkezett szurkolók netán meginnának egy pohár sört? És noha a katari hivatalosságok próbálták nyugtatgatni a potenciális látogatókat, hogy sem a nőknek, sem a homoszexuálisoknak nem esik baja, ha az országba érkeznek meccseket nézni, azért felszólították a szurkolókat, hogy a szivárványos zászlót mégsem kellene nyilvánosan kifeszíteni a lelátón. Jellemző, hogy a tiltakozás hullám miatt a FIFA néhány napja szükségesnek érezte, hogy egy közleményt bocsásson ki, amelyben felhívta a résztvevők figyelmét, hogy most már koncentráljanak a labdarúgásra. És noha legalább 10 európai szövetség erre felháborodott választ küldött Gianni Infantino FIFA elnöknek, a magunk részéről megpróbálunk holnaptól elsősorban a labdarúgásra koncentrálni. Még akkor is, ha ez nem mindig sikerül majd. Különösen, hogy szerdán helyi biztonságiak már megfenyegettek egy dán tévés stábot, akik egy dohai körforgalomnál próbáltak forgatni, hogy összetörik a kamerájukat. Mert Katar sok mindent akar. Nézzük, milyen kulturális eseményekre számíthatunk a következő napokban. Velencei Évi összegyűjtötte, és Vince Simó Franciska tolmácsolja nekünk a legfontosabbakat. Szép napot mindenkinek, sziasztok! Ma november 17-e van, csütörtök. Ez itt újra a kimenő. 1773-ban ezen a napon született Csokonai Vitéz Mihály költő, és 1830-ban megtartotta első ülését a Magyar Tudományos Akadémia. Ha velem maradnak, megtudhatják, milyen események várhatóak a közeljövőben. Lackfi János a kortárs magyar irodalom méltán egyik leghíresebb és legolvasottabb szerzője. Hinták című darabjáról egy személyes találkozás keretein belül most Marosvásárhelyi közönségéhez szól. A hinták vagy érzékenyen pedzegeti azokat a tabukat, amelyek minden szülő-gyermek páros közt megjelennek, vagy éppen kőkeményen tolja a közönség arcába. Az esemény november 18-án 18 órától veszi majd kezdetét. Pitner Olivér erdélyi magyar festőművész képeinek érdekessége nem csak választékos, érzékeny színvilágukon múlik, hanem azon a körülményen is, hogy a valószerű tájképi motívumok ellenére irracionális hangulat, furcsa idegenség hatja át őket. Pitner Olivér retrospektív kiállítás a Maros Megyei Múzeum szervezésében. A megnyitóra november 25-én pénteken 17 órától kerül sor, a kiállítás pedig 2023. április 30-áig látogatható a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Bizonyos szempontból folyton visszafele haladunk Ödipusszal, hogy megtudjuk az igazságot, ki ő. Eleinte arrogánsan azt hiszi, mindent tud, a végén aztán rájön, hogy semmit sem. Minden csak illúzió, hazugság volt, és ez valahogy mindannyiunkban felveti a kérdést, hogy kik is vagyunk, mire születtünk, merre tartunk. Ezek olyan kérdések, amiket, ahogy Ödipusz is, mindannyian feltehetünk magunknak. Ödipusz november 18-án 18 órától a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. Ez volt a mai kimenő. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Csokonai Vitéz Mihály szavaival búcsúzom. Az oly madár igen ritka, melynek kedves a kalitka. Találkozunk holnap, ugyanitt, ugyanekkor. Viszontlátásra! Köszönöm, hogy velünk tartottak, műsorunk végéhez érkeztünk. Holnap is várjuk Önöket ugyanebben az időpontban 6 óra 15 perckor. Legyen szép estéjük, a viszontlátásra!